Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az ACME H0-a építési nagyságú dráva IC-szettjét mutatom be nektek röviden. Az olasz gyártó tavaly megjelent újdonsága volt ez a vonatszett. Az illusztris dobozban összesen 4 kocsi található. Egy termes kaf első osztály, egy bauceni étkező és egy termes, valamint egy fülkés kaf másodosztály. Ez így egy az egyben megfelel a dráva Intercity 90-es évek végi 2000-es évek elejé összeállításának. A dobozban található szokásos ismertetőlapok mellett egy olasz nyelvű füzetecskét is találunk, amiben számtalan kép és információ van a vonatról, a hátoldalon pedig a készletünk sorszámát is megtaláljuk, mivel ez egy számozott 600 darabos limitált kiadású szett. Nézzük most meg közelebbről a kocsikat. Az első osztályú 5. korszakos termes kaf kocsi formailag megegyezik a korábban kiadott ACME kaf kocsikkal. A modell a korszakra jellemző kialakítású, így még megtalálható rajta az eredeti iránytávlatartó és a gyártáskori kivitelű az árlámpák környezete is. A legelső kiadásokhoz képest annyi eltérés van, hogy ez a kocsi már a prototípikus GAF GC5-ös forgóvázakkal rendelkezik. A szedben található 2 másodosztályú jármű is hasonlóan az első osztályhoz a korábban kiadott 5. korszakos GAF kocsik pályaszám variánsai, így mindenben megegyeznek velük. A GAF kocsiknál a minőség terén nekem most abszolút pozitív csalódásban volt részem. Összeszerelés terén én egyik járműnél sem tapasztaltam gondot. A gyártó valószínűleg jobban odafigyelt most, mint a Hungária szettnél, sem nyikorgás, sem szorulás nem volt tapasztalható egyik kocsinak a kerekeinél, illetve forgóvázainál sem, és a kinematika is szépen szorulás nélkül tette a dolgát. A kocsikkal az első pályára helyezés előtt semmit nem kellett tennem, hogy üzembiztosan fussanak. Az áramszedő lemezek nem voltak túl szorosak, a féktárcsa imitációk pedig jól passzoltak, nem voltak sorjásak, nem értek a tengelyhez. A kerekek tűcsapágyai pedig gyárilag el voltak látva kenőanyaggal. Érdemes azonban megemlíteni, hogy tudok olyanról, akinek a szettjében nyikorgó, enyhén szoruló kerekű és forgóvázú kocsik voltak, szóval valamennyi minőségi szórás továbbra is jelen lehet a gyártónál. A már ismert GAF kocsik mellett az igazi érdekesség számomra azonban a szedben található bauceni étkező kocsi volt, hiszen ez egy forma újdonság a gyártótól. Az olaszok a főforma tekintetében meglátásom szerint jó munkát végeztek, a kocsi arányai jók, a főbb méretek stimmelnek. A gyártó jól eltalálta a tetőívet és a kocsi végeknél a homlokfal oldalfal találkozását is. A MÁV kocsiknak megfelelő kialakítású az ajtó nélküli végen a tolató személyzet számára elhelyezett kapaszkodó környéke is, ami teljesen síkban van az oldalfallal. Az ablakok elhelyezkedése, mérete és kialakítása megfelelő, az ablakkeretek filigrának és kidolgozottak. Részletek tekintetében azonban már vannak pontatlanságok. Az egyik ilyen a tetőn található szellőzők száma és elhelyezkedése, ami nem felel meg a MÁV kocsin található kialakításnak. Ez a részlet azért is furcsa, mert a gyártó jellemzően pontosan el szokta készíteni az egyes kocsik egyedi jellegzetes részleteit, ez most itt mégis elmaradt. A másik kis pontatlanság a forgóvázaknál a kocsi szekrényről lelógó kis nyúlványok. Ezek csak a GP200-as forgóvázzal ellátott kocsikon vannak jelen, a Görlitz 5-ös forgóvázzal szerelt kocsikon nincsenek. A gyártó ezeket ugyan feketével festette meg, így annyira nem szembetűnőek, de mindenképpen ott vannak. Utólagos eltávolításuk lehetséges, de valamekkora roncsolással jár. Az alváz kidolgozottsága magas szintű, részletesség tekintetében a gyártótól megszokott színvonalat kapjuk. Az aldászdobozok nagyjából megfelelnek a MÁV kocsiénak, egy-egy doboz elhelyezkedésében és méretében van csak minimális különbség, ahogy észrevettem. A forgóvázak kifejezetten szépre sikerültek. A rokkó és stílig megoldásával összehasonlítva, jelenleg szerintem az ACME Görlitz 5-ös forgóváza viszi eddig a pálmát, mind pontosság, mind a részletek tekintetében. A forgóvázak gyárilag el vannak látva áramszedő lemezekkel is. A kocsi festése jól sikerült, a színek helyesek, a maszkolások szépek. Pontatlanságot nem találtam a bemutatott kocsin. A gyártó jó szokásához híven az egész kocsi selyemfényi lakréteggel van ellátva, ami egységes megjelenés kölcsönöz neki. A feliratozás jól sikerült. A kocsi szekrényen elhelyezésre került, minden a korszakra jellemző piktogram, emellett a kocsi alvázdobozai és forgóvázai is feliratozottak. A
tamponozás minősége első osztályú, míg a legapróbb feliratok és élesek olvashatóak. A kocsi belseje részletesen kidolgozott és festett. A színek tekintetében a 90-es évek színvilága köszön vissza, ha benézünk a víztiszta ablakokon. Terepasztalra helyezve, meglátásom szerint nagyon szépen fut a jármű. Az én példányomnak sem a forgóváza, sem a kerekei nem szorultak, az áramszedőlemezek pedig nem akadályozzák a kocsi szabad futását. A tengelyvégek ennél a kocsinál is gyárilag kenve vannak, valószínűleg ez is hozzájárul a jó gördüléshez. A legkisebb biztosan bejárható ívsugár 421 mm, a modell nálam ilyen ívekből készített próbapályán még extrém ív-ellenív kombinációkban sem siklott. A kocsi rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ami mind Rokó univerzál, mind fecskefarkas kapcsoló használatával, minden általam próbált kocsival üzembiztosan kapcsolható. Sem húzott, sem tolt üzemben nem tapasztaltam gondot. Egyenesben a kinematika szépen összehúz, ívben pedig kellőképpen eltart. A kocsi összeszerelési minősége hasonló, mint a szedben lévő társaié, problémát én nem tapasztaltam a hozzám került járműnél. A már említett részleteket leszámítva, egy korrekt módon kivitelezett modellel van szerintem dolgunk, azonban teljesen forma és részletpontos bauceni étkezőre még valószínűleg várnunk kell. Csak remélni tudom, hogy az Acme a későbbi kiadásoknál orvosolja majd legalább a tetőszellőzők elrendezését. A szedben szereplő kocsik rev dátumai 1998 és 2001 közöttiek, így ezekkel a kocsikkal a Dráva Intercity 1998 és 2002 közötti összeállításait lehet korhűen kiadni, illetve ha eltekintünk a csak nagyítóban látható rev dátumoktól, akkor az 1995 és 2004 közötti időszakot is meg tudjuk vele idézni. Vontató járműnek használhatunk 5. korszakos MÁV V43-as, illetve V63-as villanymozdonyt, illetve a modellezett menetrendi évtől függően akár M41-es dízelmozdonyt is. A vonat a hazai szakaszon 1998-ig ezzel a négy kocsis összeállítással közlekedett, 1999-től pedig nyaranta kiegészült egy háromkocsis keszthelyi közlekedő Intercity résszel, ami két Rába második generációs Intercity kocsiból és egy ARP kis komfortból vagy Rába második generációs Intercity első osztályú kocsiból állt. Ezt a vonatrészt Balaton-Szentgyörgyön kapcsolták le a szerelvényről. Ilyen összeállításhoz használhatjuk például az Acme MÁV Rába Intercity szettjeit is. Az új szlovén határátmenet megnyitásával aztán 2001-től már a 20-as és 25-ös vonalon közlekedett a vonat, a 25-ös vonalon dízel vontatással és a szedben található négy kocsis összeállításban. Ebben a formájában 2004 évvégi menetrendváltással szűnt meg a vonat, majd néhány év kihagyás után 2008 és 2012 között Pécs-Magyarbój-Eszék-Szarajevő irányon át közlekedett, ezután 9 év szünet következett, majd 2021-ben indult újra a Dráva Intercity, immáron Budapest-Győr-Szombathely-Szentgotthárd-Grác-Jubiána viszonylatban. Ez utóbbi összeállítás is kirakható az Acme Hungária kocsi szettjéből, vagy akár NMJ kocsikból is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok! Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!